Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma esti sportmagazinunkban a következő témákról lesz szó. Labdarúgás, természetjárás, valamint csak. Első összeállításunk az FC Ajka Siófok labdarúgó mérkőzésen készült. Péter, elég hajtósan kezdtünk a Siófok ellen, nem volt benne 4-1, de végül azt gondolom, hogy kiböjtöltük itt néhány mérkőzéssel ezt a mai eredményt. Ez így van. Hát ha ez a helyes kifejezés, hogy kiböjtöltük, de a mai meccs ez ugye presztízs volt a játékosoknak, presztízs volt a csapatnak is, azért, mert ugye az utóbbi, illetve azt kell mondanom, a teljes tavasz idejében gyengén futballoztunk, úgyhogy ideje volt, hogy jó teljesítmény nyújtsunk hazai pályán is. Múlt héten már látszottak Jerák Szolnokon, de ott azért egy szerencsétlen 11-esre kikaptunk. Én azt mondom, hogy a mai mérkőzésen maximálisan betartotta azt a csapat, amit megbeszéltünk egyrészt, másrészt az edző az mindig a játékosoktól függ, tehát én hiába mondok bármit az öltözőben nekik, én a Szeged ellen is jobb játékot szerettem volna a Sopron ellen is, természetesen most is, most sikerült is. Jól kezdtük a meccset, sajnáltam, hogy a vezető gólunk után azonnal kaptunk egy választ, pedig erre direkt fölhívtam a figyelmüket, hogy gólra gólt ne kapjunk, mert ez már ugye megtörtént a korábbi Zalaegerszegeni mérkőzésen is, de én azt mondom, hogy 10-10-en is jobban futballoztunk, mint a Siófok, a második fél időben pedig döntő fölénybe kerültünk. Azt gondolom, sok volt a sárga lap, és egy piros is kicsusszant, szerencsére most nem mi kaptuk. Így van, hetek óta azzal küzdünk, hogy minden mérkőzésen valaki kisárgul. Ugye most a két belső védőnk, aki standard belső védő szokott lenni, a Jagodics és a Pálkai nem játszott, de a Köles Jani és a Fodor Marciba tanári módon játszották ezt a játékot ott a belső védő pozícióba, pedig a Siófok azért jó csapat, tegyük hozzá, nem vezetlenül van a bajnokság elején. Úgyhogy harcolunk a sárgalapok ellen. Az ellenfél, hogy mit kapott, az engem nem különösebben érdekel, mert az ő dolgú, de jogos volt a két sárga utáni piros. Mit gondolsz a góljainkról? Az első ugye 11-es volt, arról nem sok minden mondani valónk van. Tomasznak a második gólja igen szép volt, és kellett nekünk szerintem szünet előtt mindenképpen. Így van, éppen ezt mondtam a kispadnál is, hogy mi gólra gólt kaptunk, akkor most, ha tudnánk góllal befejezni, és ugye emberelőnybe is kerültünk, azt mondtam, hogy akkor tudtam, hogy megnyerjük a meccset utána, mert ez egy teljesen olyan mérkőzés volt, mint Sopronba az ősszel, amikor 4-3-ra nyertünk. Ott is ilyenkor állították ki az ellenfélből a játékost, ott is vezettünk, aztán utána jól alakult a mérkőzés. Én az öltözőben azt mondtam a játékosoknak, hogy többen vagyunk labdatartás, amit gyakorlunk rengeteget, és ez nem jön ki sajnos a 10-10-en játékba, de mivel egyre többen voltunk, ezért ez mindenképpen működött. Döntő volt szerintem a Kanta Szabi becserélése, aki két gólpasszt adott, egyrészt másrészt pedig nagyszerűen járattuk a labdát, amikor ő benn volt a pályán. Kicsit én tartottam attól, hogy a szünet után bealszunk, nem lesz meg az a lendületünk, ami az első fél időben megvolt, illetve én mindig egy kicsit kritikus voltam a csapat fizikai felkészültségét illetően, mindent visszavontam, azt gondolom ugyanúgy pörögtünk a második fél időben is, mint az elsőben. A korábbi meccseken se az igazából a fizikai felkészítés vagy a fizikai erő hiánya volt a gond, hanem inkább az, hogy nem tudtunk passzolni, ezért gyors labdavesztések után az energia elment arra, hogy visszaszerezzük a labdát, és ezért pukkadtunk ki a 60. percet, de azt mondom, most már azért vagyunk 80 perces csapat. De ugye azért azt tudni kell, hogy ez a Siófok elleni mérkőzés az abszolút presztízs meccs. Ugye 7 olyan játékosunk van, aki azt kell mondanom, hogy a Siófok edzője, a Horváth Karcsi miatt jött el Siófokról, nem tartott igényt rájuk, vagy eltanácsolta őket, és ez olyan erőket mozgosított a játékosokba már az őszi siófoki meccsen is, ami a 3-0 eredményezte, és higgyetek el, hogy most is ez döntő tényező volt abban, hogy ilyen jól tudtunk futballozni, és ilyen simán nyertünk. Meg tudjuk-e tartani ezt a mentális állapotot, ami most az öltözőben uralkodott, hiszen nem lehetett szót érteni a folyosón? Hát ugye ilyenkor persze nagy az öröm, de hát jövő héten elutazunk Kisvárdára, az kétnapos túra lesz. Hát nem lesz egyszerű, ugye itt a Kisvárda megvert bennünket, 5-2-re lekontráztak bennünket. Nekünk nem kell most már görcsölnünk, idegeskednünk, az Artner Tamás szokta ilyenkor mondani, hogy most már bennmaradtunk, mert ugye 35 pont az már abszolút elég arra, hogy bennmaradjunk. Persze eddig se féltünk attól, hogy kiesünk, de tényleg így van. Tehát nekünk nem kell most már görcsölni ilyen szempontban. Én szeretném, hogyha a csapat felszabadultabban játszana, mint a korábbi mérkőzéseken, mert a görcs mindig bennük volt, mert bizonyítani akartak, hogy jobb futballista, meg jobb csapat, de ez nem sikerült eddig. A mai mérkőzésen szerencsére igen.
Még egy játékos teljesítményt emelnék én ki. Szerintem a Mogyi most talált magára, eddig keresgélte a helyét, most igazán úgy játszotta, hogy vártuk tőle. Ugye a Mogyit ezért hoztuk ide egyébként, mert ilyen teljesítményre is képes, de ő is azok közé tartozik, akik Siófokra lelket, hogy jöjjenek, ezt hozzáteszem, de már múlt héten Szolnokon is pozitív volt a hozzáállása, tehát teljesen más, hogy futballozott, mint az első három bajnoki meccs után, és ki is hagytam ezért a csapatból. Valóban ő ilyen teljesítményre képes, azt meg hozzá kell tennem, sajnos a mentalitása, vagy az emberi tartása ő neki ugyanúgy megvan, mint a többieknek, csak kifelez más, hogy ő lejjen lezsernek, nem törődőnek tűnik, pedig belül nem ilyen, de én is nehezen viselem egyébként, de azt mondom, ma tényleg jó teljesítmény nyújtott.